Berla, maga biztosan az övé. Aztán Fortes, neki megy Lovric, Fortes neki megy Batiknak, aztán hoppá, ott egy picit elgurult azért, akár gyógyszere ez nem volt benne, Uzomának is neki megy, nagyon bután és felelőtlenül viselkedik, és óha, a játékvezetőt is megdobják egy gránáttal. Hunter is a földön, és most teljesen elszabadulnak az indulatok. Ez egy nagyon csúnya lezárása ennek a mérkőzésnek. Nyilván még hátra vannak majd a büntetők, de nem lennék meglepve, hogyha súlyos eurókra büntetnék a Krajovát rendezési hiányosságokért. A Kukocs ment volna rendet tenni. Ha a pályán nem segíthet, akkor azért megpróbál azon kívül is. És most tápolni kell majd Huntert is. Ike nekünk segít, ad neki vizet. És hát nem nagyon jön a segítség, szóval picit azért káoszba fullad itt a mérkőzés vége. Letelik a 120 perc is, ez már a hosszabbítás, de hát most senki sem foglalkozik azzal, hogy mennyi lesz még a ráadás. Lehet, hogy majd a negyedik játékvezetőnek be kell állnia, és hát felügyelnie a büntető rúgásokat. Megint a mentőautó a pályán. Úgy tűnik, hogy ez már állandó kelléke ennek a meccsnek. Valószínűleg ott robbanhatott fel Hunter mellett ez a hanggránát, és azért néz ki ennyire rosszul a játékvezető. Ezt most nem ismétlik meg a román kollégák. Hát kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán milyen döntés születik majd így, hogy a játékvezető úgy tűnik, nem tudja folytatni majd a mérkőzés vezetését. És ugye itt az sem mindegy, hogy az iménti verekedés vagy összeveszés miatt kap-e adott esetben egyik vagy másik játékos sárgát, kap-e olyan játékos lapot, akinek már volt, és ezáltal mondjuk nem rúghat büntetőt. Tehát ami ennél is fontosabb az, hogy a játékvezetővel is legyen rendben minden, hiszen ez fontos. Na, innen majd talán okosabbak leszünk. Igen, pont legalábbis úgy tűnt, hogy ott robbant fel mellette. Igen, ott bedobták, és nem látta ezt Hunter. Egyszer csak felrobbant mellette a hanggránát. Vaká pedig hát majdnem, hogy mészárlást rendezett. Nagyon sportszerűtlen volt.